szinte kivétel nélkül mind foglalkozik a beázással. Jegyzőkönyvek, levelek sorozata van ebben, hát ezt legjobb lenne kilóra lemérni, mint esetleg felsorolni. De egy, ami nagyon fontos lenne benne, hogy 1987. január 29-én a Kunép részéről olyan nyilatkozat történt, hogy tetőbeázásokat folyamatosan javítja, de fenntartja véleményét. A tető szerkezetének és konstrukciójából adódóan a tervezett szerkezetekkel a tetőbeázás valószínűleg mindig fenn fog állni. Erre a véleményre, ami valószínűleg szakember véleménye, mai napig nem látom semmire. Illetve adónak a használatával lenne értelme, mert egyébként elég hát a kábel tévére.